addig nem nyugszanak, amíg le nem radírozzák a polgári vezetést. Más kérdés, hogy hát ennek a megakadályozására azért vannak eszközeink. Ilyen például már bizonyította a békemenet is. Amikor meg lehet mutatni, hogy hiába hangoskodik a kisebbség, azért a többség nem azon az oldalon van. Hogyha Európa különböző országaiból érkező döbbenetes vélemények, durva kritikák ellen a csendes többség úgy áll ki, ahogy tisztességes, csak jelzi, hogy nem értünk egyet. Azt hiszem, hogy, mint ahogy egyszer ez már megtörtént, talán valamelyest lehet csillapítani. Nem az ellenszenvet, hanem a hangoskodást. A békemenetről az elejétől fogva én azt vártam, és a békemenetről úgy gondolkoztam, hogy ez egy nyitott közösség. Az nem valami ellen, hanem valami mellett tesz hitet, és ezek az ügyek általában pártpolitikán átívelő kérdések. A békemenethez mindenki csatlakozhat. A békemenetnél nincs olyan, hogyha természetesen valaki nem provokálni érkezik, hogy ne fogadnád be. Ezzel szemben nem tudok olyan ellenzéki tüntetésről, ahol nevezzük nevén magyar zászlóval, vagy magyar szimbólumokkal valaki megérkezik, hiszen a magyarság felvállalása azt hiszem, hogy nemzeti minimum kellene, hogy legyen, hogy feltétlenül szívesen látják. Ennek nem csak a globális nemzetközi baloldal történetében kell az indokait keresnünk, hanem abban is, hogy valójában a nemzeti kérdést elengedte a mostani ellenzék, és azt tudjuk, hogy Gyurcsány soha nem képviselte a többséget. Tehát mióta porondra lépett, és pláne a miniszterelnök időszakában ő mindig néhány szűk kisebbségnek gazsulált. Ezt pontosan tudjuk. A többség, a magyar többség nem érdekelte. Valószínűleg a baloldali elit a mai napig lenézi ezt az általuk elfelejtett többséget, amely többség kétszer, háromszor most már kétharmados győzelemre vezette a Fidesz-KDNP kormányzatot. Ennek egyébként az is az oka, hogy a szocialista kormányzatok 3 milliárdos miniszterelnököt tudtak produkálni 2002 és 2010 között, akiktől nehéz azért azt elvárni, hogy a hétköznapi problémáival az embereknek tudjanak valóban és hitelesen foglalkozni. Ennek vége lett ennek az időszaknak 2010 után, és most, amikor már végletesen kimerültek a tartalékaik, már ahogy fogalmaztak, az ördöggel is hajlandóak összeállni, ahogy Lendva Ildikó fogalmazott, az ellenzék Soros Györggyel van, és pontosan tudjuk, hogy mire appellálnak külföldi pénzekre, egyrészt a tengeren túlról, másrészt pedig a Brüsszelből, és azt is tudjuk, hogy ugyanezt a pártörvény tiltja, de különböző trükkökkel a magyar baloldal ezt megpróbálja kijátszani, ezt a 3 évtizedes szabályt, hogy párt külföldi pénzeket nem fogadhat el. Ez lesz most a recept, tehát az álcivil jogvédők, az álfüggetlen sajtó, a legtöbbször külföldről finanszírozott sajtóügynökök, illetve a magyar baloldal együttesen fog menetelni a Jobbikkal, amely éppen most letette a gárdaruhát a 2022-es áprilisi választásokig. A békemenet pedig minden egyes alkalommal, amikor megszervezésre kerül, egy stop táblát mutat ennek a menetelésnek. A nemzetközi érdekeket szolgáló, a magyar érdekeket elvető globalista baloldal számára, ha tetszik, behajtani tilos táblát, ha tetszik, piros lapot mutat a békemenet, azzal együtt egyébként, hogy annak a gyűlöletnek, erőszaknak, utálatnak a nyoma sincs, amely számos baloldali tüntetésen megmutatkozik. Az is a jelmondata ennek a megmozdulásnak, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. És a szeretet győzedelmeskedik a gyűlölet felett. Egyébként a demokraták Trumppal szemben kampányoltak és nyertek. Ez egy intőjel lehet
a demokratának magát nevező baloldal számára is. Nem hiszem, hogy ezzel a gyűlöletkampánnyal tudnak bármit is elérni. Vagdalkoznak, bulvártémákat próbálnak a nagy politika szintjére emelni, miközben ez a közös hajó azért, legyünk őszinték, tele van lékkel, amelyeket folyamatosan tömködnek be, de azért a bárkába egyre erősebben ömlik be a víz. Majd meglátjuk, hogy kitart-e 22. áprilisáig, de egy ilyen ingatag vízi járműre senkinek nem javasolnám, hogy felszálljon és velük tartson. Azért egy mondattal térünk vissza arra, hogy külföldi pénzekre appellálnak, hogy a sajtó is külföldről, legalábbis egy része külföldről kapja a liberális, vagy ahogy mostanában nevezzük, liberálnáci körökből a támogatást, mert nem csak ezekre a pénzekre pályáznak ám, hanem az önök, kedves nézők, az önök pénzére. Emlékezzünk vissza, amire nem emlékeznek már nagyon sokan, vagy nem is tudták, mi mindent vett el a Medgyessy Gyurcsány bajnai kormány az országtól, az állampolgároktól. Jó lenne utána lapozni, utána nézni, mert hosszú a lista. Na most ugyanezt fogja elvenni, hogyha netán, ne adja jó Isten, ők kerülnének hatalomra. Úgyhogy nem lesz semmiük, kedves nézők.